Köszöntöm a szubjektív nézőit. A vendégem Nyilas Mihály oktatási titkár. A következő tanévről beszélgetünk, illetve arról, hogy milyen változások várhatóak. Köszöntöm itt nálunk az Újvidéki stúdióban. Jó napot kívánok! Tehát a legjelentősebb, vagy talán a legkülönbözőféle kommentárt kiváltott változás szeptembertől az lesz, hogy bizonyos iskolákban bevezetik ezt az úgynevezett egyváltásban történő oktatást, és ez napközit is magában foglalna. Ami Vajdaságot illeti, hogyan érinti az itteni iskolákat ez a terv? Ez valóban egy nagy újdonság, habár vannak ennek gyökerei a múltban, hiszen sok évvel ezelőtt sok-sok általános iskola pontosan így működött, ahogyan ez most el van képzelve. Tudni kell azt, hogy ez most csak egy úgynevezett pilot vagy kísérleti vállalkozás, amely nem érint minden iskolát, minden általános iskolát. Összesen 240 általános iskoláról van szó Szerbiában, ez Vajdaságra lebontva 43 iskolát jelent, és csak azok az iskolák számíthatnak erre a változásra, az ilyen jellegű változásra, akik már most egyváltásban dolgoznak, tehát ezek biztos nem a nagy városokban működő általános iskolák, ahol kapacitás hiány van szinte, tehát már eleve két váltásban dolgoznak most is, hanem azok az iskolák, amelyek kisebb városokban működnek, falvakban működnek, ahol kevesebb számú tagozat van, és ez a kevesebb számú diák tagozat, ez már eleve egy váltásban dolgozik. Ami új, hogy kitöltődik az idő a jelenlegi órák után még, és még étkezést is biztosít majd az iskola önállóan, vagy az önkormányzat segítségével, vagy más segítségekkel, és ott egy folytatása lesz még, nevezhetjük ezt napközinek, a jelenlegi oktatásnak, és itt különböző foglalkozások lesznek, önképzőköri munka, zenéhez kötődő foglalkozások, sporthoz kötődő foglalkozások. Ezek lehetnek hasonlóak, amelyek már működnek az iskolákban, de lehetnek teljesen újak is. A lényeg az, hogy ez most már részévé válik az oktatási nevelői rendszernek, munkának, és ami még nagyon fontos, hogy azok, akik ebben részt vettek tanárokként, tanítóként, ők a rendes normájuk keretében fogják ezt végezni, és természetesen ez motiváló lesz a számukra, mert jelenleg nagy részt ez máshogy történik, és önkéntesség alapján valósul meg. De egyébként van erre kapacitás? Tehát ez tulajdonképpen plusz munka lesz a meglévő tanári állománynak, ha jól értettem. Természetesen, és ez viszont azért nem lesz, nem okoz túlterhelést, mert növelkedik a norma ezzel, tehát vagy akiknek még nincs meg a normájuk, azoknak ezzel megteremtődik ez a lehetőség, vagy pedig akár új alkalmazottakat is lehet majd az iskolának keresnie. Persze ez határozott időre történik, meghatározott időre, mert az adott iskolai évnek a jellegzetessége lesz ez a következő tanévben. Ez a kötelező iskolai oktatásnak része, tehát a szülő köteles napköziben hagyni a gyermekét, akkor is, ha teszem azt, nem dolgozik? Nem, a szülők fognak nyilatkozni erről, és az önkéntesség elve valósul itt meg. Természetesen ahhoz, hogy elinduljon mindez, ahhoz megfelelő számú diáknak, illetve szülőnek kell jelentkeznie. De én úgy gondolom, hogy ebben a kísérleti fázisában ennek a projektnek hamar ki fog derülni, hogy ez mennyire hasznos, és ez tömegessé tud válni. Egyelőre azok az iskolák jelentkeztek, akik úgy érzik, hogy egyrészt van kapacitásuk erre, van kedvük ehhez, a szülők ugyanígy nyitottak erre, és épp elemeztük a napokban, hogy Vajdaságban ez mit jelent.
Hát némi túljelentkezés van, 51 iskola jelentkezett a 43 helyre, mert Vajdaságot 240-ből 43 illet meg, és ebben a 43-ban 9 olyan általános iskola van, ahol magyar nyelven is folyik oktatás, és itt párat ezek közül kiemelnék, ahol ezek szerint várható, hogy ez szeptember 1-től megvalósul. Ez a Pacséri általános iskola, a Bajmoki általános iskola, a Nagybecskereki Szonya általános iskola, a... Tehát ezekben magyarul is történik az van. Oktatás, tehát azokat nem csak sorolom, magyarul. Azokat sorolom, és akkor részben magyar oktatás van Topolya területén, a Krivajai általános iskolában. Ők is jelentkeztek erre, és például a sokat emlegetett Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola is bátran vállalta most ezt, hogy részt vesz ebben a kísérleti vállalkozásban, és ők is jelentkeztek ugyanígy. És a szülőknek jelente ez plusz anyagi költséget? Tehát ha étkeztetés is biztosított a gyerekeknek, akkor itt kell-e valamilyen hozzájárulás a szülő részéről, anyagira gondolok? A részletei mindennek nem kidolgozottak még, ez gyors ütemben folyik most. Egyelőre az az elgondolás az étkeztetést illetően, hogy részben térítéses lesz, részben ingyenes lesz, attól függően, hogy szociális szükségletek ezt indokolják, vagy nem. Tehát ez függ, gondolom, az önkormányzati segítségtől, attól, hogy ki fogja ezt biztosítani, és elképzelhető minden megoldás egyenlőre. Mint mondtam, a részletek még nincsenek igazán kidolgozva. Szó esett itt a magyar iskolákról, magyar tagozatokról. Ami azt illeti, az elsősök száma, az újonnan beiratkozott magyar diákok száma, hogy alakul eddig? Milyen adatokat kaptak az iskoláktól? Igazán még nem tudjuk a pontos adatokat, mert ez változhat szeptember 1-ig, úgyhogy nem mondanék számot most egyenlőre. Folyik a beiratkozás, volt erre egy határidő is, de utána, mint mondtam, még ez változó. Mi azon leszünk, hogy azok a tagozatok, amelyek működtek, megnyíltak, első osztályok megnyíltak tavaly, azok újra megnyíljanak. Már érkeznek a kérvények hozzánk, és a Magyar Nemzeti Tanácshoz is véleményezésre, hogy a 15-től kisebb létszámú osztályok is engedélyezve legyenek. Az általános iskolák első osztályában azt hiszem már 12 ilyen kérvényt megkaptunk, ebből már 8-at elbíráltunk és megadtuk a jóváhagyást erre, tehát azért utalok mindenre, hogy szeretnénk minden jogszabályi keretet, jogszabályi lehetőséget kihasználni most arra, hogy mindenhol, ahol van diák, még ha 15-től kevesebb is, az osztályok megnyíljanak. De van-e valamilyen minimum, ami alatt azért nem valószínű? Tehát fenyegete valahol a veszély, akár szórványtelepülésen, vagy olyan településen, ahol eddig is kevés volt a diák? Hát ezek a kérvények arra utalnak, hogy legalább egy 5-ös létszám az megvan, itt még mindenképpen megvan a lehetőség arra, hogy megjön az osztály, sőt bizonyos esetekben még ez alatt is, tehát én úgy érzem, hogy nem lesz ilyen veszély igazán, tehát majd ezt meglátjuk szeptember 1-ig. Az oktatási reform éppen az elmúlt tanévben az elsősökre és az ötödikesekre vonatkozott. Késtek a magyar nyelvű tankönyvek az idén. Mi a helyzet ezzel az új tantervvel? Lesznek-e magyar nyelvű tankönyvek hozzá? Mivel az első évről van szó, amikor a tankönyv kiadási rendszer úgymond az erre vonatkozó törvény életbe lépett, és teljesen új, gyorsabb ütemben történő, több lépésből álló ugyan, de gyorsított eljárásban történik ezeknek a tankönyveknek egyrészt a jóváhagyása, utána kinyomtatása, kiadása.
valóban voltak nehézségek az elmúlt évben, az elmúlt tanévben, a jelenleg befejeződő tanévben, de azt kell, hogy mondjam, hogy most minden jel arra utal, hogy bejáródott a rendszer, és hatékony, ütőképes ez a rendszer, amelyben részt vesz a minisztérium, részt vesz a tartomány, a pedagógiai intézettel, a Magyar Nemzeti Tanács, és a tantervek, a programok előbb kidolgozásra kerültek, tehát ez a reformos közel folytatódik a második és a hatodik osztályra, illetve a második gimnáziumra, következő évben még egy évvel tolódik mindez, és minden jel arra mutat, hogy a fordítások, az új könyvek megírása bizonyos esetekben időben történik, tehát szeptember 1-én már a másodikosok és a hatodikosok nem kerülnek olyan helyzetbe, hogy könyv nélkül valamely könyv hiányában kezdjék meg a tanévet. Tehát én optimista vagyok, és mindannyian úgy hiszük, hogy ez az év, a következő tanév már sokkal jobb lesz ilyen szempontból. Úgy és legyen. A többi után a következő tanév. Igen. Ami pedig a tanítási naptárat illeti, ebben lesznek-e esetleg változások a szünidők, szünetek, ünnepek tekintetében? Az iskola naptárok, ez vonatkozik, ugye azért mondom, többes számban az általános iskolai naptárra és a középiskolai naptárra, tartományi hatáskörben vannak, mivel sok a sajátosság, a vallási különbözőségek, a kisebbségi jelenlét miatt, ezért az alkotmány és a törvény itt a tartományra bízta azt, hogy ezt a kérdést rendezze. A mi titkárságunk feladata ez, és mi május végéig elfogadtuk, és én aláírtam ezeket az iskolai naptárokat. Ez némileg különbözik a köztársasági naptártól, illetve azoktól a naptároktól, amelyek Szerbia déli részére vonatkoznak, de ami a kezdetét és a végét illeti az iskolai éveknek, a tanéveknek, ezek természetesen egybeesnek, hiszen a záróvizsgák időpontjai például azok teljesen egyformák kellenek, hogy legyenek. Szeptember 2-án kezdődik a tanév hétfőn, és december 23-ával zárul. December 24-től kezdődik a téli szünet, és január 15-ig, 2020. január 15-ig tart. Utána lesz még egy tavaszi szünet, amely április 10-től április 20-ig fog tartani, és a második fél év vége az attól függ, hogy végzősökről van-e szó, végzős diákokról, vagy pedig akik nem a nyolcadikosok, vagy negyedikesek, vagy esetleg harmadikosok abban az esetben, ha a harmadéves középiskoláról van szó, és ezek az időpontok hasonlóak, mint az idén voltak, tehát ez elég messze van még, nem sorolnám föl a dátumokat. A lényeg az, hogy próbáltunk egy olyan naptárt, vagyis két olyan naptárt összeállítani, amely nem tartalmaz munkaszombatokat, hiszen úgy éreztük, vagy úgy érezzük folyamatosan, hogy az nem igazán hatékony, ha szombatonként kell a diákoknak bejönni az iskolába. Ez teljes mértékben sikerült az általános iskolák esetében. Itt nincs egyetlen egy munkaszombat, a középiskolák esetében azonban kénytelenek voltunk kettő ilyen szombatot előlátni, ez nem sok szerintünk, ez még rendben van így, de valóban nem tudtuk megoldani a naptárt olyan módon, hogy egyáltalán ne legyen munkaszombat. Tudni kell azt, hogy az iskolák is bevezethetnek még ezen kívül munkaszombatokat, olyan esetekben, amikor ez nagyon indokolt, ha bár jó lenne ezt elkerülni. Négy ilyen szombatot maga az iskola is meghatározhat, például abban az esetben, ha kirándulni megy nagy része a diáknak, és azt pótolni kell,
és ennek az egyik lehetősége egy munkaszombat. Munkaszombat, vagy pedig sportnap, iskolanap, más egyéb vallási ünnep, és egyéb okok miatt szükséges úgymond feláldozni munkanapot, és ezek helyettesíthetők munkaszombattal. Most a munkaszombat kapcsán említette a középiskolákat, de nemrégiben az oktatási miniszter bejelentette, illetve kilátásba helyezte azt is, hogy a középiskolai oktatás is kötelező legyen. Erről titkárként, vagy akár magánemberként is mi a véleménye? Én támogatom ezt az álláspontját a miniszter úrnak, és azt kell, hogy mondjam, hogy a tendencia a világban ez, tehát hogy az általános iskolai oktatás mellett a középiskolás is joga és kötelezettsége is a diákoknak, tehát hogy befejezzék a középiskolát. Jelenleg azt hiszem a statisztika szerint olyan 85%-a a diákoknak, akik a nyolcadikat befejezik, fejezik be utána a középiskolát is, tehát nincs itt olyan nagy különbség az között, ami most van önkéntes alapon, és az között, ami akkor lenne, amikor ezt kötelezővé tennénk. Ehhez azonban szükséges az alkotmányt is módosítani, és az idevágó törvényt is módosítani. Ennek van egy folyamata, de én úgy gondolom, hogy ez egy hasznos kezdeményezés, és mint szülő, mint oktatási titkár, nekem is az a véleményem, hogy kötelezővé kell tenni a középiskolai oktatást is. Igen, és hát lenne itt még egy sor más tennivaló is, tehát a diákotthonokat, esetleg több diákotthont, vagy átszervezni, meg a diákok utaztatását. És van még egy nagyon érdekes kérdés, ez pedig a tanároknak a továbbképzése és a szemináriumok, hogy e téren szigorítanak-e olyan értelemben, hogy kötelezővé teszik a tanároknak és a folyamatos továbbképzést? Már most is van ilyen kötelezettség, de minden bizonnyal lehet ezzel még foglalkozni olyan értelemben, hogy tartalmában megfelelőbbek, hasznosabbak legyenek ezek a szakképesítések. Úgynevezett akkreditált képesítéseket kell megszerezzenek minden évben meghatározott számban, meghatározott pontszámmal a pedagógusoknak, és erre a lehetőséget megadja a minisztérium, illetve a mi titkárságunk, a Tartományi Pedagógiai Intézet, amely Vajdaság területére, ami a kisebbségi oktatást illeti, akkreditálja ezeket a képzéseket. Sokan foglalkoznak ezeknek a képzéseknek a megszervezésével, és pályáznak erre az akkreditációra. Ugyanúgy az iskolák, egyesületek a költségekre is pályázhatnak, akár nálunk a tartományi titkárságnál, és minden évben jelentős összegeket biztosítunk erre, épp annak az érdekében, hogy ez a továbbképzés, a jó pap is holtig tanul, élethosszig tartó képzés, ezt is használjuk, igen, egyre divatosabb kifejezés. Ez megvalósuljon, és én azt hiszem, ez a nyár is lehetőség lesz a pedagógiai továbbképző intézetek, a civil szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, az idén is akadémia vagy egyéb formában minden bizonnyal megszervezik a képzéseiket, és ezek hasznosak lesznek a pedagógusainknak. Titkár úr, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Önök a Szubjektívet látták, a beszélgetőtársam pedig Nyilas Mihály oktatási titkár volt.